A helyi biciklisek az átadó rendezvényt követően ünnepélyes menettel vették használatba a Nyílterek külterületéről induló kerékpárutat. A Gyulatanyáig megépített, több mint 2,5 kilométeres rész a Nyíregyházát Tokajjal összekötő kerékpárút első lépésben elkészült 4 szakaszának egyike. Emellett Tiszanagyfalu, Rakamaz és Tokaj is megépített összesen 7 kilométernyi kerékpárutat. Ez egy közel 200 milliós beruházás, ami a Vasvári Pál utcától indul itt Nyírtelken, és egész Gyulatanyáig megy el. Tehát ez abból a szempontból is fontos, hogy nem csak egy közel 2,6 kilométeres kerékpárút, hanem egy külterületi részünket is összeköti Nyírtelekkel. Örömteli volt látni, hogy már az elkészülése kor, illetve az elkészülés előtt is nagyon sokan elkezdték használni, nagyon-nagyon örülnek neki. Ez több szempontból is fontos, bekapcsolódnak a város életébe, illetve balesetmentesen tudnak eljutni a retteget 38-as mellett a belterületi részekre. A polgármester hozzátette, Nyírtelek tervezi a további kerékpárutak fejlesztését. A következő lépésként a város belterületén a teljes 38-as főút melletti szakaszt építenék meg. A kerékpárutak több szempontból is nagy jelentőséggel bírnak a térségben, mondta el Vinnai Győző, országgyűlési képviselő az átadó rendezvényen. Óriási jelentősége van ennek, három szempontból is. Az egyik az emberek biztonsága, hiszen a belterületen is megépül, akkor ez a forgalmas 38-as főút mentesül a kerékpárosoktól, és a kerékpárosok is mentesülnek a nagyobb járművektől. Tehát az emberek biztonsága nő. Második szempont a turizmus fejlődése szempontjából kiemelkedő, hiszen Nyíregyháza és Tokaj között nagyon sokan kerékpároznak hétvégeken, a család elmegy, körbejárja a különböző településeket, és mellette kulturális élményekkel távoznak. A harmadik pedig a környezetvédelmi szempont, hiszen mára a kerékpár az környezetvédelmi szimbólum lett, és tudnunk kell, hogy a földet, a bolygónkat csak úgy menthetjük meg, hogyha környezettudatos magatartást tanúsítunk. Vinnai Győző hozzátette, az egészséges életmódra és akár a munkahelyteremtésekre is kedvező hatással lehetnek a megépült és a jövőben megépülő kerékpárutak.